Nagy szeretettel köszönjük mindenkit, amely utolsó vasárnapján, de nagyon bízom benne, hogy ennek ellenére egy olyan emlékezetes programmal tudunk elvesélni mindenkinek karácsony előzetesen alkalmával, ami a hangulat föl fogja készíteni a héten látható nagy eseményeket. Hiszen Jézus úr, a mi királyunk, akinek az eljöttelét várjuk, a mi ünnepünk, ez a mi ünnepünk, a mi lelkünk Jézus úr tanításából kapott, nekünk nagyon fontos az, hogy ezeket a tanokat ismerjük, hogy továbbjuk, továbbjuk gyermekeinknek és unokáinknak, hogy a következő évtizedek évszázadokban is ezek a gondolatok éljenek a lelkekbe, éljenek a fejekbe, hiszen Krisztusunk olyan tanokat adott mindenki számára, amit eddig sehol nem tudtak megcáfolni. 2000 éve megállja a helyét, és remélem, hogy a következő 2000 éve is tudunk meg tudja állni a helyét. Az új szövetség azt mondja a hozzáérő tudósok, hogy a magyarságról szól. Nekünk külön kötelességünk és hitvallásunk az, hogy Jézusunk tanításait továbbítjuk. Megismertessük a világban, hiszen egy olyan gondolatvilágról, egy olyan kultúráról van szó, amely ha megkonosodik minden gond, minden fejjel, megkonosodik mindenhol világban, akkor sokkal nagyobb békességbe élhetünk. Egymás között különböző munkák. És ez a kultúra ma nagy veszélyben van. Ezért is érdemes átéreznünk azt, azokat, akik hívőnek gondolják magukat, és azokat is, akik nem hívőnek gondolják magukat. Hiszen akik nem hívőnek gondolják magukat, ugyanúgy ezt a kultúrát szívták magukat, ugyanezeket a gondolatokat vallják, el kelljen ismerni fel, előbb hogy fel fogják ismerni, hogy mekkora szükség van erre a gondolatvilágra, és meg továbbadják, átadják másoknak is képviselni, és meg kell vélenünk annak érdekében, hogy Jézusunk gondolatai önmagadban megoldjuk őket, és tovább tudjuk mindig tovább tudjuk adni a következő generációknak. Ezeknek a gondolatoknak egyébként szeretnék mindenkinek áldott békés, szeretetlen teljes ünnepeket kívánni. Nagyon remélem, hogy egyre többen vagyunk olyanok, akiknek sok ajándékuk a karácsonyt alá, de gondoljunk azokra is, akik még nem tehetik ezt meg, segítsünk azokon is, akik egyedül maradnak karácsonyban, a szomszédok, a barátok, azoknak is nyújtsanak némi vigaszt, némi reményt annak érdekében, hogy meg tudják menteni saját és bensőséges körülmények között a karácsony. A kulturális egyesületünk alapítványunk ebben az időszakban is ismételten megszerveti azt, hogy a rászorulóknak jusson melegét vélem, akár most karácsonykor, és azt követően már a új év napján is. Egy önálló felajánlásból még egy ebédet tudjuk elkészíteni ezt. Köszönöm a felajánlóknak, Fassi Ámosnak és barátainak, akik ezt megszervezik. És remélem, hogy ezzel is tudunk segíteni azokon, akik egyébként nem tudnak megengedni maguknak, hogy egy meleg érkezés van. Áldott békés karácsonyt kívánok!